Hétfő reggel van, 2 óra 42 perc. 5 óra hosszú múlva megyek edzeni. Jogos a kérdés, hogy miért keltem fel, vagy miért keltünk fel ilyen hamar, vagy korán. Csak egy indokom van rá. Ő az indok. Az a legdurvább ilyenkor, hogy alszott az édes álmokat, és egyszer csak így a semmibe, mint hogyha oda jönnének és beleültenének az arcodba. És akkor kijössz, látsz egy álló kisbabát az ágyba, aki szinte lehetetlen visszaaltatni. Ilyenkor van az, amikor korán kelünk, és jártunk. Integes a nézőknek, légy szíves. Sziasztok, nem alszok. Ti alszotok? Nem. Honnan tudod, hogy nem alszanak? Tudja, hogy alszanak. Baba! A baba nem alszik. Nem alszik. Azt látjuk. Baba. Nem a lámpa, nem gyújtjuk föl. Nincs lámpa, mert sötétség van most, esteség van. Este nem használjuk a lámpát. Egészségedre. A végére sikerült elaludnunk, nekem is, meg Zafinak is. Most pedig kellett fel kell tölteni a mai vlogot. Újabb meglepetés, amit a hétfő tartogatott számunkra. Nincs áram. De legalább oké, hogy nincs áram, mert biztos valamit javítanak, vagy valamit tönkrement. Csak akkor miért nem szólnak? Most átviszem az Audit a szerelőhöz, ami a mi utcánktól nem nincs olyan messze, és hát mivel nem tudom Évit elhozni magamnal, mert vigyázz Szofira, ezért vissza kéne gyalogoljak, ha nem volna nekem valamim, nem volna a szegvélyem, amivel vissza tudnék jönni. Látjátok, ilyen esetekre tökéletes ez a kis szegvély, csak megfogod és bedobod a kocsiba, és hogyha rövid távot kellene gyalogolni, akkor nem gyaloglással töltött, hanem szegvéllyel. Bár ez nem tudom, hogy mennyire jó. Kevesebbet mozog ugyebár az ember, de mondjuk ez is elég jó erőnlétet igényel, mert állni rajta nem egészen annyira kényelmes, ha huzamosabb ideig csinálja az ember. Gyerünk! Remélem, hogy fel van töltve. Mert ha nem, akkor az nagy szívás. Akkor viszont sokat fogok mozogni, mert még ezt a 10 kilós szegvényt is cipelni kell. És már gurulok is. Olvastam majd egy nagyon érdekes cikket. Az ingyen internetről volt benne szó. Azt hiszem már körülbelül jó 2 éve a Facebook már kísérletezik egy olyan fajta drón megtervezésével, illetve készítésével, ami lehetővé teszi az olyan országokba, olyan visszamaradott országokba, igazából bármilyen országba, ahol nem jutnak hozzá az emberek az internethez, hogy hozzájussanak az internethez. Azért az milyen durva, hogy ekkora léptekkel fejlődik a technológia, nem? Annak idején, mikor én negyedikes voltam, emlékszek rá, hogy otthon már volt internetünk, de akkor még ilyen hangja volt az internetnek. Most meg már olyan helyekre juttatjuk el az internetet, ahol nem is kéne, hogy létezzen az internet. Most már repülőkön gondolkozunk, drónokon gondolkodunk, meg ilyen dolgokon. Ami nem tudom, hogy jó, vagy rossz. Mondjuk Afrikában nem tudom elképzelni, mondjuk biztos, hogy jó Afrikában is, csak az a baj, hogy ott élő emberek nemhogy internetezni nem fognak tudni, enni se tudnak, nemhogy internetezni. Ezt a napelemmel meghajtott drónt egyébként az Aquila névre keresztelték el, és a Facebook reményei szerint körülbelül
3 hónapig képes a levegőben maradni ez a gépezet, annélkül, hogy leszállna. És egy, a fedélzetén egy olyan berendezés fog lenni, amely képes lesz a föntről a levegőből internetkapcsolatot sugározni egy földi bázishoz. Egyébként ez a repülő nem itt a közelbe fog repkedni, körülbelül olyan 18 és 27 kilométeres magasságban odafönt, és ez a magasság már bőven túl van azokon a légi folyosókon, amit az általában a nagy gépek turisztikai célre, vagy akármilyen más légi közlekedésre használnának, és ezáltal semmiféle időjárási tényező nem befolyásolná ezt a kis drónocskát. Tehát igazából nem fog olyasmi történni, hogy befelhősödik az ég, és akkor lepottyan az egész, mert tudni illik, odafönt abban a magasságban már nem létezik felhő, mindig süt a nap. Kivéve akkor, mikor este van, mert akkor nem. Egyébként nem is egy ilyen picike kis drónról beszélünk, tehát nem ez az átlagos drón, amit látok itt-ott videóban, hanem ez egy... Megjött a villanyleolvasó, mindjárt visszajövök. Later. Szóval, ahogy láthatjátok, ez egy, nem egy kicsi drón, hiszen a szárnya megegyezik, a szárnyának a hossza megegyezik a Boeing 737-es modelljével. Tulajdonképpen ez két szárny, meg néhány propeller. Mi a helyzet a hihetetlen hírekkel? Na most én már nem számoltam, hogy hanyadik hete maradt el. Méghozzá azért maradt el, megmondom nektek őszintén, mert én nagyon gagyinak ítéltem. Mármint a koncepció az éppen jó lenne, de nem akartalak benneteket olyan féle traktálni, amit mindenféle ilyen szenny idióta oldalakon, meg ilyen klikvadász oldalakon ti is el tudtok olvasni. Ezért valahogy jobbnak láttam, hogyha nem rakom bele. Illetve nem tisztázódott ez igazából még le, hogy most mi lesz vele, mert én megmondom nektek őszintén, hogy nem szeretném abba hagyni. Viszont ha lesz, akkor teljesen más irányba szeretném ezt az egészet terelni. Olyan robotot szeretnék, amit érdemes megnézni. Azért próbálok odafigyelni, meg kicsit jobban összeszedni ezt a hihetetlen hírekes sztorit. Nem tudom, hogy mennyire zavar a szél, picit fújdogál, de ha minden igaz, akkor a hétvégére megoldódik a szél és a mikrofon. Tehát nem fogtok ilyeneket hallani, hogy... Ilyenek nem nagyon lesznek benne.